Az erdélyi színjátszás nagy művészeit bemutató sorozat a Prospero könyvei legújabb kötetét László Gerő Szentgyörgyi István és Bánfi Miklós díjas színművésznek szánta a Pólisz könyvkiadó. A kolozsvári közönség néhai kedvence 1948-ban főiskolai tanulmányaival egy időben kezdte pályafutását a Sétatér bejáratánál álló Magyar Színházban, melynek több mint 50 éven keresztül volt művésze. Drámai alakításai mellett szavalóestek, hangjátékok rendezőjeként, előadójaként marad meg emlékezetünkben a 2005 nyarán elhunyt László Gerő. Ez már a negyedik színészeknek szentelt kötet, és hát egy hosszú beszélgetés, több stációs beszélgetés a pályáról, az életről, ami a színház köré szerveződik legtöbbször. Sokan vagyunk fiatalabbak, akik nem értük meg azt a kort, amikor ők pályájuk csúcsán a legnagyobb alakításokat nyújtották, csak a legendájukat ismerjük. Olyanok is vannak az olvasók között, akik pontosan azért, mert szeretnék megismerni ennek a nagyszerű művésznek egy másik arcát. Azért kíváncsiak erre a kötetre. Tulajdonképpen nem én választottam László Gerőt, hanem a kiadó javasolta, hogy keressem meg én. Találkoztunk pontosan itt a színház előcsarnokában, kicsit beszélgettünk, és amikor úgy tűnt, hogy van esély arra, hogy megtaláljuk a közös hangot a beszélgetések során, akkor elkezdtünk interjúzni. Közel 10 órás anyagot rögzítettem. Volt egy ilyen lista, hogy leírta, hogy milyen szerepeket játszott, és akkor az alapján próbált visszaemlékezni. Nagyon gyakran emlegette, hogy parádés szereposztás volt, hogy kitűnő kollégákkal játszhatott abban az előadásban, és ez is élmény volt. Az volt az eredeti elképzelés, hogy közösen választjuk majd ki a színház kritika részleteket, amik majd bekerülnek a kötetbe, illetve a fotókat is. Hosszú évekig László Gerő volt számomra a színész. Nem csak azért, mert én szinte minden szerepében jónak láttam, hanem mert lényegében sohasem árulta el színészi arszpoétikáját. Kevés igazán rossz alakítást láttam tőle, sok-sok jót, s épp elég nagyot. Olyat, amely után úgy érzem, még vele akarok maradni, akarom, még tartson az előadás, ne fejeződjék be. Megkísértődött ő is nem egyszer. Kényes igényérzéke, erős esze azonban valahogy mindig megóvták. Alig láttam színészt, embert, aki jobban iszonyodna az olcsóságtól. A sörös poharakat a színház utcájának sarkán tavasszal kizöldülő, ősszel elrozsdásodó kis kertvendéglőben olykor jobban kiszokták mosni. Ő mindig finnyás volt. A sok száj érte szerepek poharát mindig jól kimosta, hangjának, idegeinek, gesztusainak italát tiszta pohárba akarta tölteni. A pohár néha túl kicsi volt, egyénisége kicsordult belőle, olykor remek arányérzékkel épp színültig töltötte, s csak ritkán mondta, ebbe a vacak kis pohárba elég egy únyi is az én italomból. Ritkán mondta, inkább nem nyúlt a pohárért. Ezért is nagy színész az én barátom, László Gerő. A kötetben csak részletek jelentek meg ebből az eszéből. A Vallomás a színészről című Páskándi írás a korunk, azt hiszem 73-as számában, 1973-ban jelent meg. És az a csodálatos benne, hogy szerintem a mai napig érvényes állítások. Ígérnek hittestvérem, Mihály fiam, hogy leteszed a kardot, leteszed most, és a haragot Venszelváró is leteszi. Feleséged utolsó kívánságával az Úr szólt-e hozzád, bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek. Nem tehetem, uram! Bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek! Nem tehetem, uram! Bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek! Nem tehetem, uram! Üdvösségemnek árán se tehetem! A valamikori Luther Márton a Worms-i birodalmi gyűlésen maga is fölegyenesedett, és azt mondotta, itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segíjen. Ám. A valamikori Luther Márton
ma is kész meghalni az ember fiának igazságáért. De az élet parancsa nem a halál, hanem annak elkerülése. Nem az öngyilkos reménytelenség, hanem az okos cselekvés. Elegendő büntetés nekünk a halál tudata. Ennek legyőzésére kell a férfi bátorság. Mert a halottak semmit sem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé. Régen betelt ez már rajtam, uram. Az vezet vissza téged az életbe, akinek jó indulatában fegyveresen kételkedtél. Uram. Hol hasz, Mihály? A hiszékenységem vetett véget Lisbeth életének is. Kérjetek, és adatik, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Elég hiú ember volt, most remélem nem vagyok kegyeletsértő, hogyha ezt mondom, de tisztában volt vele, hogy nagy színész volt, amikor még ereje teljében volt. Tehát, hogyha valami középszerű volt, az már az ő ízlésének nem felelt meg. Legszívesebben vicceket mesélt, tehát olyan történeteket, amelyeknek csattanója volt. Nagyon szívesen mesélt tanárairól, Pór Liliről és Kőműves Nagy Lajosról. Nagyon szívesen emlékezett vissza rájuk. Nagyon szívesen mesélt a liceumi mentoráról, tanárjáról, aki végül is a színészi pályára bíztatta. Dadai Lórántról van szó. Érdekes módon nagyon szívesen mesélt a vígjátéki szerepeiről, és ez azért is különös, mert őt elsősorban drámai színészként tartották számon. Úgy gondolta a közönsége és a kritikusai, hogy tragédiákban, fajsúlyos szerepekben tudott igazán nagy lenni, és közben kiderült róla, hogy nagyon sok vígjátékban is kapott szerepet, és igenis ezekre nagyon nagy szüksége volt, hogy azokat a mélységeket, amit egy-egy szerep során érintenie kellett, azt egy sokkal könnyedebb, egy vidámabb, egy felhőtlenebb előadásban simítgassa el, hogy egy következő nagy szerepre tudjon készülni. Emlékszem, diák voltam. Nekünk, sokunknak, ő volt a színész. S milyen szerencse, hogy jól választottunk. Hangsúlyait átvittük beszédünkbe, pedig nem voltunk színi növendékek. Milyen nagy dolog igazi színésznek lenni. Milyen nagy kincs ez az ifjúságnak. Van kitől nyelvet, hangsúlyt, gesztusokat, járást, és még annyi mindent tanulnia. Szép szenvedélyt és mégis kordában tartott indulatot. Tudni esztétikusan megindultnak lenni, és úgy nevetni, hogy kacagásunknak íve legyen, mint a vízesésnek, mely felragyog a napban. Nem volt László Gerőnek árszpolitikája, hanem minden egyes szerepet egyformán fontosnak érzett abban a pillanatban, amikor ráosztották, és ő kellett kitalálja első jelenettől az utolsóig, hogy ki ez az ember, milyen ez az ember, milyen hangon szólal meg, milyen hangsúlyokat alkalmaz, természetesen a rendező irányításával. Nem volt törtető ember. Nem volt karrierista. Kritikusától, Szőcs Istvántól tudom, hogy annak ellenére, hogy nagy színész volt, igen kevés elismerésben volt része pályája során, tehát szakmai elismerésekben, díjakban. Gyakorlatilag egyetlen jelentős díjat ítéltek oda neki, ez a Szent György István alapítvány díja. Szigorú ember volt, nem csak másokkal szemben, önmagával szemben is nagyon szigorú volt. Igényes ember volt, és nem tudom, végül is nehéz erről beszélni. Türelmetlen is volt, tehát nem volt egy tökéletes ember. Voltak gyenge pontjai is, gyengeségei is, de azt tudom mondani, hogy nagyon szerette volna, hogy
hogy ez a könyv nagyon jó legyen, és hogy legalább ezzel nyújtson még valamit közönségének. Munkának tekintette ezeket a beszélgetéseket, tehát legalább olyan mértékben, mint amennyire számomra munka volt az, hogy készültem, és utána lejegyeztem a beszélgetéseinket. Nagyon sajnálom végül is, hogy nem értem meg, hogy ezt a kötetet lássa. Azt hiszem, hogy ez volt egyik utolsó kívánsága, és sajnos nem teljesülhetett. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok még meg neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.